Női labdarúgóink a téli alapozás közepén járnak, amiről tudjuk, hogy minden sportágban a kőkemény munkával egyenlő. Hogyha jól tudom, akkor heti 8 edzésetek van most ebben az időszakban. Arra gondoltuk, hogy ilyenkor jól jön egy picit, hogyha fel tudtok szabadulni. Hoztunk nektek egy játékot, aminek a neve, azt hiszem, hogy már felkészültetek belőle, 30 másodperces licit kihívás. Nagyon egyszerű szabályok vannak, én meg fogok nevezni nektek témaköröket, és a kör elején arra kell licitálnatok, hogy az adott témakörben szerintetek hány választ tudtok mondani 30 másodperc alatt, amit én stopperral fogok mérni, és ekkor az illetőnek el kell sorolnia annyit az adott témakörben vagy fogalomban, ahányat licitált. Ha ez sikerül, akkor azé lesz a pont, aki sikeresen teljesítette, ha pedig nem sikerül, akkor a másiké lesz a pont, és amellett, hogy ezt számoljuk, amellett mi a stábbal szeretnénk hozzájárulni a sikeres alapozáshoz és felkészüléshez, úgyhogy majd a hibás válaszok után a játék végén egy kis büntető feladat vár rátok, ezért választottuk itt ezt az edző részleget helyszínül. Felkészültetek? Kezdhetjük a játékot? Igen. Tudjuk, hogy mennyire fontos motívum ez például Virág életében. Úgyhogy az első témakörünk slágerek, amiket Virág előszeretettel énekel és ad elő nyilvánosan a csapat vagy más színe előtt, előadóval és címmel együtt. Indulhat a licit. Én egy öttel kezdem még. Te kezdesz? Akkor én mondjuk egy hatot. Virág? Hat halljuk, Sári. Hat halljuk. Indítom az órát. Tehát Opis Barbie vagy valami ilyesmi. Opis Barbie vízözön, ugye az X-faktoros előadása, mindenki tudja, nagyon szép. Manuel talán. Manuel anyu büszke. Notár Méri. Itt a piros vagy valami olyasmi. Kellene egy pontos cím, 10 másodperc van hátra. Nem tudom. Karamell lélekdonor. Még egyet. Karamell jégből vagyok, vagy az nem? Vagy az nem karamell? Nem tudom. Hát én azt mondom, hogy 5,5. Elfogadjuk? Fölfele szoktunk kerekíteni. Mindkettőtök abban az életkorban van, hogy a tanulás az nagyon fontos szerepet tölt be az életetekben. A következő témakör kifogások, amiért éppen nem megy a tanulás, és mással vagytok elfoglalva. 6. 7. 8. Hát halljunk. Indítom az órát. Edzésem van, fáradt vagyok, fáj a hasam, fáj a fejem, takarítanom kell, ki kell mosni a ruháimat. Van még 10 másodperc. És nincs kedvem. Még egy. Hát ez sajnos lejárt. Hát én ezt nem tudom. Szeretek megadni. Tanulni, csak azért nem tudok kifogásokat mondani. Ha már a tanulásról volt szó, akkor most kiderül, hogy mennyire vagytok erősek földrajzból. Városok vagy települések, ahol a Fradival jártatok. 7. 8. 9. Nyomjad. Jó. Indul az óra. Szombathely, Miskolc, Báránd, Wolfsburg, Pomorje, eddig nagyon jó. Antália, Szeged, Győr, és még egy Pozsony. Nagyon jó. Játékosok a Fradi férfi labdarúgó csapatából. Én egy 8-at mondok. Hát az egy egészen szép szám. Ez egy szép szám, tényleg az. 11. Indul az óra. Dibusz, Lovrencsics, Botka, Blazics, Dvali, Haratin, Sigér, Szomália, Zubkov, Boli, Tökmag, Csivics. Már megvagyunk, megvagyunk. Süteményfajták. Jó, hát én mondok egy 6-ot. Megnyerted. Megnyerted?
Meg. És akkor végre hallhatjuk Sárit is. Indul. Tehát orosz krémes, francia krémes, linzer, ez eddig három, lip, nem, most inkább nem, zserbó, makaron, Duna hullám. Ez meg volt? Hát. Meg vagyunk. Maradunk itt ezen a gasztronómiai vonalon. Emlékezhet rá, aki követ titeket közösségi médiában, hogy volt egy nagyon emlékezetes eset, amikor Virág szalonnát vacsorázott. Úgyhogy a következő témakör húskészítmény fajták, amiket disznóvágáson állítanak elő. Csári, te vagy a paraszt lány? Kérem magamnak. Négy. Hát akkor mondok egy ötöt. Tiéd lehet. Én lehet. Hú. Nem vagyok mindenben biztos. Kiderül, hogy mennyire volt igaz a Virágnak, az előbb indul az óra. Tehát evidens hurka kolbász, és itt kifulladtunk, ugye szalonna, szalonnát is szoktak belőle. Az a baj, mindig bent voltam mamáiknál, és nem csináltam semmit, csak ettem. Véres, ez a hagymás vér. Malac, a husia, a husikája. Még kell egy. Igen, a husikát egy kicsit részletezzük, és akkor elfogadjuk. Hát az is ilyen sült hús, és nem tudok rá. Legyen, adjuk meg. 4,5, de azt beszéltük meg, hogy fölfelé kerekítés. Így van. Most kiderül, hogy mennyire ismeritek egymást. Dolgok, amik nem maradhatnak ki a másik bőröngyéből egy külföldi út során. A Virágnak nagyon, én ezt nagyon sokat tudnék sorolni, az a baj, mert a Virágnak akkora a neszeszeres táskája, mint az én egész bőröndöm, mert annyi smink van benne. Mert így van. Tehát én mondok egy 6-ot. 7. 8. Akkor menjünk neki annak a 8-nak. Indul az óra. Tehát evidens, melltartó, buzi. Hajpánt, szempülespirál, alapozó, szemöldök csipesz, körömlak, a körömlaknak a lámpája, amivel ugye megszárítja a körömlakot, a fedőréteg, a rúzs, soroljam még, mert hajvasaló, fésű, parfüm, minden. Ez így van? Hát... Nem teljesen. Alapozót nem szoktam használni, de... Most sincs rajta. De kicsi. De edzésen nincs. Hát akkor azt hiszem, hogy megadjuk a pontot Sárinak. Megadhatjuk. Dolgok, amiket a másik imád. Imád. Öt. Vigyed. Na, halljuk újra Virágot, akkor indul az óra. Enni. Zenét hallgatni. Sorozatot nézni, hajat vasalni, és a plüss állatait. Meg is vagyunk. Egy fontosat azért kihagytál. Engem. Nem. Egyetemben. A cipőket Virág. Én azt hiszem, hogy hirdessünk végeredményt. Megnyerte ezt a játékot. Köszönöm szépen. Szívből gratulálunk. Köszönöm. Virágnak pedig az a büntetése, robbulást. Hogy Sári kioszthat neki húha néhány büntető feladatot. Fekvőtem, ezt azt szereted, nem? Azt nagyon szereted. Akkor egy hetet nyomja bele. Egy hetet, és a végén ott két tapsolósat. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek és részt vettetek benne, és hát nagyon sok sikert majd a tavasszal, köszönjük. És akkor ne feledkezzünk meg zárásként arról a néhány fekvő támaszról. Egy, három, négy, öt, és nyomod a tapsolóst. Aha. Very nice. Mit kaptunk volna a Dörnyei Balázstól, hogyha belesérül ebbe? Nem, de hogy is ebbe? Nem.
üdvözöllek a Tipmix sportfogadói közösségében. Itt évente több millió fogadási lehetőség vár. Fogadhatsz közösségben, vagy saját megérzéseid alapján. Bárhol, bármikor, akár az utolsó percekig. Csatlakozz hozzánk. Tipmix. Több, mint szerencse.